most megjelent könyvem a Megérteni az irodalmat címet viseli, és két egyenként 150 oldalas tanulmány foglal benne helyet. Az első a Király Mesztelen címet viseli. A véleményem a fősodortól az első tanulmányban és a második tanulmányban is bizony elég alaposan eltér, holott ebben a kérdésben hogyan kezeljük, hogyan értékeljük, hogyan ítéljük meg, milyen értékítéletekkel lássuk el az irodalomnak azt a hajlandóságát, hogy mondjuk így egyszerűen hajlik a pesszimizmusra, vagy mondjuk bonyolultabban számos olyan az emberek számára jelentős, fontos hiedelmet kérdőjelez meg, amelyeket a nyáspolgár vagy a mindennapi ember mondjuk nem vesz jó néven. A kérdés elég bonyolult és sokrétű, és nagyon sok elágazása van. Igazából én nagyon egyszerűen közelítem meg ezt a kérdést. A válság kifejezésének a jogát az irodalomtól a legcsekélyebb mértékben sem vitatnám el, sőt, az írásomban a magyar 19. század áttekintésében arra a következtetésre jutok, hogy a magyar 19. századi irodalom sokkal erőteljesebben jelzi a válságnak a különböző kifejezéseit, mint ahogyan azt szokás számon tartani, vagy a köztudatban benne van. Ugyanakkor ellensége volnék a válságfetisizmusnak, ellensége volnék egy olyan nézőpontnak, amely a kultúrateremtésben, a szilárdság keresésében, a stabil pontok fürkészésében nem lát értékképző lehetőséget, amely az értékképző lehetőségét automatikusan ragasztja hozzá a válság kifejezéshez és annak különböző módozataihoz. Nem kell mondani, hogy a modernitásban és a strukturalizmusban, poststrukturalizmusban milyen nagy jelentősége van ezeknek a dolgoknak. Ugye itt azt is lehet mondani, egy automatikus értékkapcsolás történik, ami távlathiányos, ami elesett, ami pesszimista, az eleve értékkel telítődik, és azok az emberi törekvések, amelyek valamilyen szilárdságra, értelemre, egyensúlyra törekednek, háttérbe szorulnak. Ennek megvannak az irodalomtörténeti vetületei, kritikai vetületei, ezekkel is vitatkozom ebben a könyvemben is, meg más írásaimban is. Ezek a gondolatok, amelyekkel a tanulmányaimban küszködök, ezek már nagyon régóta foglalkoztatnak engem, de több okból is igazából csak az ezredforduló környékén jutottam oda, hogy elkezdjem először külön álló tanulmányokban, elemzésekben, aztán nagyobb tanulmányokban is feldolgozni ezt a nagy-nagy és jelentős problémahalmazt. Itt két egymással összefüggő fogalomról van szó, az irodalomértésről és a teóriáról, az irodalom elméletéről. Az irodalomértésen körülbelül azt érthetjük, amit különböző hatásoknak a következtében olvasó emberek, diákok, irodalommal foglalkozók, irodalomkritikusok gondolnak az irodalomról és képviselik. Na most ennek a kialakításában sokféle tényező játszik szerepet. Magyarországon és a világban is jelesül az 1980-as évektől kezdve igen nagy ebben a része a teóriának. Annak a teóriának, amely az 1970-es, 80-as években Magyarországra a kommunizmus által lepusztított és lepusztult állapotban érkezik, és amelynek a fogadtatása éppen ezért kritika nélküli. Ebből a nézőpontból nézve úgy tűnik, és így is alakul ki a magyarországi helyzet, hogy minden, amit a nyugat-európai, észak-amerikai irodalomértés, irodalomtudomány alkotót megteremtett, az kritikátlan, az valamiféle szentség, az valamilyen szent szó, és igazából egy skolasztikus tisztelet, egy kritikátlan körültekintés nélküli gondolkodás veszi körül ezeket a fogalmakat, és én úgy látom, nyilván lehet vitatkozni velem, szívesen is veszem a vitatkozó szavakat, de én magam valóban úgy látom, hogy egy ilyen típusú, nem nagyon épületes befogadástörténet, nem nagyon épületes fogadtatás, nem nagyon épületes gondolkodás határozza meg az ekkortól kezdődő magyar irodalomértést és a teóriához való viszonyt. És ugye a problémát bonyolítja, hogy ha arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy vajon csak bennünk van-e a hiba, vajon azokat a irodalomértési alapokat, teoretikus elemeket, amelyeket kaptunk, azt mi vettük át rosszul, de voltak éppen eredeti mi voltukban jelentős, fontos az irodalomértését, jelentősen elősegítő dolgok, akkor nem tudok erre határozott igennel beszélni, és éppen erről szól az írásomnak egy másik része,
amely olyan angol száz számomra hitelt érdemlő vélekedések, kritikák formájában, amelyek az Egyesült Államokban, az angol száz világon velünk ellentétben megjelentek, nagyon éles, nagyon határozott kritika alá veszik ennek a teóriának, ennek a teoretizmusnak bizonyos elemeit, alapvető elemeit. Innen is van a tanulmányomnak a címe, hogy a király meztelen. A király meztelen, tehát ezek a kérdések végiggondolásra, újragondolásra, vitára várnálak, legalábbis az én véleményem szerint.